Sziasztok! Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai vendégem Győri Zoltán. Sziasztok! Debreceni Egyetemen tanul mechatronikai mérnökként MSC-n. Some of the things we expect with summer. Győri Zoltán vagyok, 24 éves debreceni egyetemi hallgató. Most az elmúlt fél évben kezdtem a mesterképzésemet a debreceni egyetem mechatronikai karán. Igazából most tudtam le az első fél évemet, ami hát szerintem elég laza volt, így a vírus miatt, mert ugye nem tudom, ezt más helyen is biztos el lehet mondani. Hát igazából úgy volt, hogy maga tehát a teljesítmény az itt könnyű volt teljesíteni, hiszen túl sok tudás azt nem adott át. Nem adott át, pontosan. Úgyhogy, hát ugye túl vagyok már az alapképzésen. Neked hogy lett a mechatronikai mérnök így a te választásod? Hát ez még visszanyúlik egészen középiskola első felébe, amikor még leginkább a földrajz érdekelt. Viszont az a kapcsolatban nem nagyon lehet elhelyezkedni itt Magyarországon. Hát legalábbis nem könnyű. Legalábbis nem könnyű. Én mindig arra emlékszem, hogy senkinek nem akarom elvenni a kedvét, de édesapám mondta egyszer, hogy mikor a földrajzra készültem, mondta, hogy a MOL keresett egy geológust. Aha. Ugye földrajzi kutatásokra, hol, honnan lehetne olajat szerezni ilyenek. Na hát, szerintem legalább 200-300 ember adta be a jelentkezését, ha nem több. És egy embert váltottak le, egy ember jött a helyére, és egy olyan 40 évig az bebiztosított az a hely. Tényleg. Úgyhogy nagyon lassan cserélődnek, nagyon ki kell emelkedni a tömegből, hogy érvényes még tudj. Igen, bár gondolom azért olyan, hogy egy geológus, vagy bármilyen ilyen földrajzi, vagy földrajzzal kapcsolatos képzést elvégezni, nyilván nem csak Magyarországon kell gondolkodnia. Ahogy te is elmondtad, engem külföldnek kell gondolkozni. És nekem is, hát ez több pálcát mondom az óra már, mert én akkor még úgy voltam vele, hogy én nem akarok külföldre menni, úgyhogy olyan szakmát kéne találni, amivel Magyarországon is biztos megélhetés lehet. Lehet találni. És így esett a választásom a mechatronikára, ugyanis szerettem a fizikát is, és még a mechatronika az egyik legjobban fizető állások közé tartozik, még szerintem most is. Igen. Amit ismerek a mechatronikáról egyébként, vagy mechatronikáról, bocsánat, javíts ki a tévedek, én azt hallottam róla, ezért meg olyasmiket mondtak, hogy alapvetően az így nem egy ilyen specializált irányzat, hanem az olyan, hogy a többi, szinte mindegyik mérnöki képzés, tehát a villamosmérnök, a gépészmérnök, a stb. Ezek mindegyiket átfogóan ismeri. Így van. És ezért nagyon-nagyon nehéz, mert hogy mindegyiket kell ismerni. Nyilván nem ismeri annyira a villamosmérnöki dolgokat, mint egy villamosmérnök, se úgy egy gépészmérnöki dolgot, mint a gépészmérnöki dolgokat, de hogy mind a négyet ismeri, négy-öt irányzatot, és mindegyikből kell tudnia valamit, és ezért viszonyatosan nehéz. Visszatesztudást igénylő szakma, ugyanúgy elektronika, elektrotechnika, ugyanúgy a mérés digitális technika, ezek is beletartoznak, fizika, mechanika, ez mind hozzátartozik, és ezeknek a kombinációjából épül össze a mechatronika. És hát van egy bonyolult megfogalmazásra, igazából én úgy gondolom, hogy talán úgy a legérthetőbb, hogyha ezt a négyet kombináljuk, és ezt a tudást ugye felhasználjuk, felhangozzuk, akkor ezzel tudunk egy biztos mechatronikai szaktudást elérni. És a szakmai gyakorlatod az hogy kell elképzelni, hogy az iskola mennyiségét neked abba találni, vagy pedig ott ez, és mennyit kell csinálni, és hogyan? Igazából az iskola felajánl neked különböző helyeket, hogy mi az, amit ők támogatnak. Amennyiben te ezt választod, hogy az iskola által felajánlott helyek egyikére mész szakmai gyakorlatot csinálni, ami 6-7-es egyébként, 6 hétig kell eltöltened azt az időtartalommal, amit neked ott kiszabnak, és akkor majd ebből akár lehet egy szakmai, bocsánat, nem szakmai, hanem szakdolgozatot is készíteni. Aha. Tehát a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó helyjel
egy szerződést kötsz, és akkor ők adnak valamilyen anyagot, ők adnak valamilyen témát, és akkor abból te megírod a szakdolgozatot. Ez tök jó, amit van. És ha magadnak akarsz elmenni egy ilyen szakmai gyakorlati helyre, azt is megteheted, viszont először az iskolához kell fordulni, hogy ez lehetségesen. Jó, ja, mennyire tartozik bele az adott szakmában? Elmehetnél mondjuk műszaki beállítottsággal egy, mit tudom én, egy ügyvédi társasághoz, azt nyilván azt mondani, nem mondják el. Igen, jó, sok nagyon jogos. Tehát igazából ez a két része van ennek. És te mit csinált egyébként, hol voltál? Hogy... Én nem az iskola által megadott helyre mentem, hanem édesapám ajánlott egy helyet, az IAS automatikát. Aha. Annak, ha jól tudom, akkor most is van Budapesten egy székhelye, a központja. Nem ismerem őket. Én sem tudom pontosan, hogy hol van. A debreceni helyen voltam egy szakmai gyakorlaton. És viszont az nekem nagyon tetszett. Uh-huh. Miket csináltam? Hát én leginkább különböző épületek kapcsolatos berendezéseket néztem át, azokat állítottam be. Ezt úgy kell elképzelni, például volt egy olyan feladatom, hogy kaptam egy szobatermosztátot, és azt fel kellett programozni a megfelelő beállításokkal, fel kellett tölteni adatokkal, és meg kellett címkézni, hogy az épületbe hova fog ez bekerülni. Uh-huh. Volt egy nagy papír előttem, azon az épületnek szintjei, épületnek helyiségei. Ugye ez mind le volt címkézve, hogy még helyiségben, még termosztátot kell, hogy beállítani. Aha. Csak ennek megfelelően kellett leprogramozni, ennek megfelelően kellett felcímkézni, és akkor küldhették ki a szerelő egységnek, ő pedig felvette. És te erről írtad a szakdolgozatot is egyébként? Yes. Én egy jégkezelő rendszer telepítése, összerakása, légkezelő rendszer választás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mindig egy légkondit fel kell rakni, akkor mekkora a terület, milyen levegőt kell biztosítani, milyen páratartalmat kell biztosítani, milyen hőmérsékletet kell biztosítani, hogy minden meglegyen ugye. Itt is az számít, hogy az embernek mennyi a komfortérzete. Persze, igen. A komfortérzete is. Annak megfelelően kell beállítani. Ugye? És igazából ez volt a szakdolgozatom témája, ezt kell kifejtenem. A szakdolgozat az ilyen 35 oldal legalább, és 100 oldali terjedhet. Uh-huh. 110 oldali terjedhet. Nem tudom, mennyire hallottad, Debrecenbe készültek telepíteni egy BMW gyárat. Nem tudtam róla. Hát igazából szerintem elég kevesen tudnak róla, akik nem debreceniek. Igen. Hát ez inkább Debrecenben, azt inkább Debrecenben hangoztatták. De egy ilyen gyárban azok, hogy kik állnak ott a futószalag mellett, kik irányítják a folyamatokat, ki az, aki a futószalag mellett lévő robotokat irányítja, programozza, ez mind különböző képzettségi szintnek felel meg. Persze. És azért nem mindegy, hogy alapképzésben részt vettél, vagy már mesterképzésben részt vettél, és hogy van egy sima diplomád, vagy egy mesterdiplomád. Persze. És nyilván, hogyha ugyanarra a helyre jelentkeznek többen, akik mondjuk alapképzésben vettek részt, akkor nyilván azokat fogják válaszolni, akik mesterképzésben is részt vettek már. Igen. És megcsinálták. De viszont te mennyi látod azt, szóval hogy BSC-vel vagy alapképzéssel a lehetőségek mennyire adottak. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy azért egy mechatronikai mérnök képzést, aki elvégez, legyen szó bármelyik egyetemről, tehát nyilván azért van lehetősége elhelyezkedni. Én úgy gondolom, hogy azok az ismerőseim, akik elvégezték és Debrecenben maradtak, ők hát legkésőbb egy fél éven belül találtak munkát. Uh-huh. Nem feltétlenül azt, ami pont a mechanikához kötődik, uh-huh. de ilyen mechanikai, műszaki, villamosmérnöki, gépészeti területen el tudnak helyezkedni. Aki eljött Pestre, azok meg még fel ennyi idő alatt, egy hónap alatt. Igen. Nekem az egyik ismerősöm, Pati Gábor, MDR-os patista volt, a BNM végzett MSC-s mechatronikai mérnökként, és ő mondta, hogy hát nyilván mire elvégezte az MSC-t mechatronikai mérnök BNM-en, azért az sok év volt, de mire elvégezte, nem az volt, hogy igazából nem ő keresett, hanem őt keresték folyamatosan, akire adott, hogy őt keresték, és igazából neki csak így válaszolni kellett, hogy most kit utasítson el, kit fogadjon el, stb. Igen. Hát, hogy azért úgy... Ez,
Ez nem utolsó szempont. Valószínűleg senki számára nem lesz titok, ha a fel megnézi, akkor most ebben az évben is 280-290 pont volt a ponthatár. De és a bentmaradás minden, mennyire nehéz? Igazából a bentmaradás az szerintem a nehezebb műfaj. Inkább azért, mert lehet, hogy vannak olyanok, akik tényleg azt gondolják, mikor ide jönnek, hogy ez csak így simán elég. Alibi nagyon jó lesz, nagyon könnyű lesz. Én azt mondom, hogy szerintem, ha egyedül próbálsz nekifutni ennek az egésznek, úgyhogy nem barátkozol, magadnak el vagy, próbálod teljesíteni a követelményeket, azt szerintem a legnehezebb. Ha baráti társaságot összeszedsz, biztos lesz olyan, aki már ismer felsőbb évest. Na, a felsőbb éves akkor már megint tud valami okosat mondani. Akkor lehet, hogy ennek a felsőbb évesnek van olyan anyaga, tippet tanácsa, aztán olyan barátja, aki mentor esetleg, ő is tud még bennfennes információkat adni. És akkor így ugye kirajzolódik egy kép, hogy valójában annyira nem nehéz, csak jókor kell, jó helyen, tudni kell, mikor, mit kérdeznek, mik a tanároknak az úgymond happy-i. Így van. Erre van egy nagyon jó oldal, ezt már akkor előző interjúban mondtam, nem tudom, hogy mennyire használjátok, de a Markmány professzor. Így van, így van. Az és látok is, gondolom, gyakorlatilag minden egyes fél év előtt, amikor a tárgyakat veszük, rengeteg ismerősöm van, akik nem is érdekel, hogy van órája, mikor, ha kell este 10-kor, a legfontosabb, hogy melyik tanárnál és hogyan, és erről szintén minden tanárról, legalábbis a legtöbbről, legalábbis a hát szinte legtöbbről van olyan információ, amit a diákok tettek föl, ők csinálják ezt az egész oldalt. Persze. És nagyon jó, nagyon-nagyon hasznos. Igazából én annyit tudok mondani, hogy mert ezzel kapcsolatban nem tud hozzátenni, hogy azért ez is ahány ember, amiféle vélemény. Van olyan tanár, aki a diákok 80%-ának egyáltalán nem szimpatikus, egyáltalán nem tetszik, inkább a föld lelki vennek, de én úgy gondolom, hogy mindenkinek megmondja a szubjektív és a vélemény. Persze. És azért mégis van olyan, aki azt mondja, hogy hát ez a tanár, ez remek. Mert lehet, hogy korrektül is. Ez nálunk is így volt, de mondjuk ha megnézed a listát, és megnézed, hogy miket írnak róla, nyilván amikor saját magad tapasztalod, akkor az általában egyébként meg fog egyezni. Tehát vannak bizonyos dolgok, amik fixek. Tehát azt mondják, hogy ő ilyen és ilyen stílusban tartja az órát, akkor ő ilyen és ilyen stílusban tartja az órát. Hogyha írnak egy ilyen saját dolgot, hogy most ő velem szemét volt, mert ezt meg ezt csinálta, nem biztos, hogy vele is ezt fogja csinálni. Persze, nyilván ezeket tudni kell szűrni, és nyilván azt is észre kell venni, hogyha látsz egy ilyen visszatérő mintát, tehát ő 10-ből 8 ember ugyanazt írja, akkor valószínűleg a 10-ből 8 embernek lesz igaza. Nyilván nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez rád is igaz lesz, rád is meg fogja csinálni azt, de nyilván azt is bele kell számolni, bele kell kalkulálni. De igen, egyébként ez igaz, tehát hogy nem most annak úgy nincsen ezzel, hogy elolvasom az első véleményt, ahol leírják egy sárkánynak, írják a némit, és közben nem látom a másik 9-et, ahol másik 8-et, vagy így ingázik. Valaki ezt írja, valaki azt, akkor ezt is nézik, hogy 50-50, akkor igazából valamikor ezt csinálja, valamikor nem, akkor írhatom hangulatban van, tehát igen, ezeket mind hát utána kell járni, és utána kell írni. Persze, pontosan. De hogy neked mi a véleményed így a ámblok a tanárokról, vagy a tanáraidról, mennyire ismered őket, nyilván azért ennyi év alatt azért már találkoztál egy párral, hogy összességében milyenek nálatok a tanárok? Hát figyelj, változó. Vannak rendkívül jó fej, nagyon segítőkész, nagyon összeszedett előadásmóddal dolgozó tanárok. Aha. Én úgy gondolom, hogy szerintem ez igaz a tanárok 60-70%-ára. És akkor van a többi 30%, 40%, attól függ, hogy melyik tanárra vasorulj. Aki én úgy gondolom, hogy kicsit lenne felkészültebb, kicsit jobban átgondolhatná, hogy adja le azt az anyagot, hogy kéri számon utána azt az anyagot. Van olyan tanárunk például, akinél esetleg mondhatnám azt, hogy nem nagyon lehet megfelelni. Ugyanis annyira szigorúak a követelmények, hogy nem fér össze az, amit ő lead, és amit ő visszakér. Igen, nem, sokszor el van sajnos. És ezt például nem tudom hova tenni, hogy nem adja le úgy, ahogy azt kellene, és utána visszakéri azt, amit nem is adott le. És ez ugye sakmat, mert nem tudsz mit csinálni. Igen. Nem tudod, hogy ezt most nem adta le, hanem majd csak akkor tudod meg, amikor vizsgán kéri, hogy hoppá, hát ezt sose hallottam.
és mégis megkérdezni. A mérnöki képzésnél, nálatok is, vagy nálunk is, sok negatív dolgot hallani, és főleg ez a leadott anyag VS a számon kérés nem annyira egyezik meg. Ezt nálunk kicsit arra szokták, nem is tudom, fogni, vagy nem tudom, nálatok mondtak már ilyet, hogy kell egy ilyen mérnöki gondolkodást elsajátítani, amiből igazából neked, hogyha már ez megvan, akkor direkt nem azt, sőt van több olyan tárgyunk is, aminél ez úgy direkt ki is van hangsúlyozva, hogy ők leadják ezt, de nem ezt fogják számon kérni. Mert hogy neked nem azt kell tudni, hogy ezt a feladatot hogy kell megoldani, hanem hogy a gondolkodás mellett kell elsajátítani az, hogy bármikor kapsz egy feladatot, egy problémával találkozol, akkor azt hogyan old meg? Főleg még jobban érződik ez mechatronikánál. Például én azt akarom mondani ezzel, hogy például nekünk volt egy mechatronika szigornak. Ami megelőzte ugye a mechatronikai projektet, majd a szakdolgozatot. És akkor ez a szigorlat, ez különböző tárgyakból, a legfontosabb mechatronikai tárgyakból épült fel. Most pontosan azt hiszem a mechatronika 1-2, mechatronika alapjai, elektronika 1-2, elektrotechnika, villamos gépek és hajtások, programozás, digitális technika, mérés és adatgyűjtés, mérés irányítás elmélet, és szerintem ennyi. Azt hiszem 9-10 tárgyunk volt, amivel fel kell készülni professzionálisan, és ezt számon kérték tőlünk, és ugye volt ennek egy írásbeli, meg egy szóbeli részés. És például szóbeli teljesen más irányba tereltek el, mint ami az adott téma. Úgy értem, hogy valamilyen szinten kapcsolódott hozzá, de nem a tétel kidolgozásodat kérték vissza. Tehát te kidolgozottad szóról szóra a tételt, úgy, ahogy az le volt írva benne, de ahogy te is mondtad, inkább arra voltak kíváncsiak, hogy az adott problémát hogyan lehet átvetíteni egy létező dologra. És hogy azt te meg tudod-e oldani. Nyilván ennek szerintem megvan a maga előnye és hátránya is. Tehát, hogy nyilván az az előnye, hogy nekünk, meg nektek nem kell ekkora könyveket bemagolni és betanulni, mint akár egy jogon, vagy valamilyen, valamilyen orvosi irányzatban, vagy bármilyen ilyen politológia, vagy társadalmi, vagy sokkal kevesebb az ilyen anyag, amit meg kell tanulni. Viszont nyilván az a hátulütője, hogy ha egyszerűen nem érted, vagy így gondolkodás, mert nem tudod elsajátítani, akkor ülhetsz fölötte 100 évet, 1 millió évet is ülhetsz fölötte, nem tudod megcsinálni. Persze. És azért ez egy picit úgy nehéz. Megvan ennek az előnye is, meg hátránya is, szerintem maga szívsége is maga. Így van. De elég erősen az van, hogy a tanárok így egy kicsit ilyen, mint ellenség vannak beállítva, és ezért a közösségek, a diák közösségek nagyon-nagyon erősen és nagyon szorosan együtt vannak, hogy ez nálatok mennyire van meg ez a kapocs a közösségen belül. Hát igazából van egy-két tanár, akit szoktak szívni, a diákok. De szerintem itt nálunk nem az az összetartó erő, hogy kik itt utál, melyik diákcsoport, melyik tanára van ráúszítva éppen. Igen. Hanem inkább az, hogy vannak kis beülő részek, kis boxok, kis különböző helyek, ahová ugye el tudsz ülni csoportban dolgozni. És szerintem inkább az, hogyha egy feladatot kiadnak, akkor nem egyedül kezdesz neki, hanem ott van 10 haverod, és akkor velük leülsz megbeszélni a dolgokat. És leginkább én azt mondom, hogy a mi évfolyamunk, az egy nagyon jó évfolyam volt, mi azt hiszem 63-an kezdtük, 68-an, 70-en, ilyesmi, és rendben van, kihullottak emberek, mert az elkerülhetetlen. Persze. De hozzánk úgy jött be, legelső órán, 2005-ben kezdtem el az alapképzést, hozzánk úgy jött be a legelső órán a mechanika egy tanárunk, hogy jó reggel diákok, hát nem akarok semmivel kertelni, itt maguk közül 66% bukni fog, 33% át fog menni. És akkor mondtam, hogy kérdezik, hogy mi az a maradék 1%, azt mondta, hát az a maradék 1% az pótvizsga. Harmadik pótvizsga. Biztató. És amúgy majdnem meglett ez az arány, de többen voltunk, akik átmentek. Tényleg? És aztán következő fél évben, mivel a tárgyat, ezt a mechanikát minden fél évben fel lehet venni, tehát keresztfélelmes indulát is van, úgyhogy nem kellett aggódni, felvette a diák következőnek, és megcsinálta. Mert már tudja, hogy mi a tanár követelménye, miket fog számon kérni,
mi az, amit lead. Uh-huh. Hogy kell odafigyelni, minket kell jegyzetelni. Uh-huh. És azt mondom, hogy ha harmadjára vagy negyed iránytól megcsinálni a tárgyat, és azt mondják, hogy harmadjára, akkor átteszünk fizetősre, ha meg a vizsgát sem tudod megcsinálni, azt hiszem hatodjára szigorlatot, vagy vizsgát, ugye nem tudom nálatok, hogy van, nálunk azt hiszem hatszor lehet tenni vizsgát, hatodjára nem sikerül, akkor hukó. És azt mondom, hogy ha valaki nem tudja megcsinálni, akkor meg is érdemli, szerintem. Amit mondtam is, hogy nagyon jó évfolyamunk volt. Hogy az a 68 diák voltak nagyon külön gyerekek. Aha. Voltak nagyon furcsa gyerekek. Aha. És lehet az volt, hogy elsőre így elnéztél, és fú, baszket, ez itt, ide jár, ez hogy kerül ide? Mit keres itt? És mégis első fél évben, vagy második fél évben egy, én azt mondom szépen, egy 40 fős társaságunk úgy alakult ki a 60 pár vagy 70 főből, hogy egyik boxból mentünk át a másikba beszélgetni, közben kérdeztük az anyagokat, és folyamatosan beszélgetett mindenki mindenkivel. Ez nagyon király, ez nagyon jó. És én azt mondom, hogy én úgy gondolom, hogy nekem könnyen sikerült, még úgy is, hogy egy fél évet csúsztam, és azt mondom, hogy az szerintem tanári hibából, de most nem megyek bele. Én azt mondom, hogy szerintem így, én azt mondom, hogy könnyű volt. Uh-huh. Tehát, hogy egyetlen nem volt nehéz. Tehát, ha csoportban tudtok dolgozni, jó kapcsolatokat alakítasz ki diáktársaiddal, akkor simán lehet. És mennyire vannak nálatok ilyen közösségi események? Hát szerintem durván két havonta vannak nagyobb események. Uh-huh. És minden hónapban van a műszaki karon valamilyen kis esemény. Uh-huh. Tehát havi egyszer van. Havi egyszer van kis esemény. Uh-huh. Most például én ezt több helyen hallottam, akár külföldiek, akár ilyen vidékiek, akik Pestrének, hogy azt szeretik nagyon Pestbe, hogy tele van élettel. Hogy akár ez... még éjfélkor mész, vagy bármikor mész, kimész, és mindenhol emberek mennek, és a többi is. És ezt nagyon szeretik, mert így azon élettelévé teszi az egész várost, hogy itt tényleg mindig van élet. És ez egy kicsit vicces, hogy hát de ilyen vidéken, vagy például Debrecenben, hogy vannak ilyen események, amikor vannak itt gyakorlatilag egy minden nap buli van, tehát hogy bármikor mész évközben, elmész, így, minden este van buli, mindig. Nyilván hétvégék azok így ez jobban meg vannak nyomva, de hogy nem tudom, hogy Debrecen mennyire életteli Budapesthez képest. Hát figyelj, Debrecen szerintem sokkal kevesebb élet van Debrecenben. Nagyon sokkal. Oké, hogy vannak helyek, ahová be tudsz ülni. Vannak helyek, ahol tudsz iszogatni, de kimondott buli az hát heti 2-3 alkalom. Aha. És szerintem mondjuk vasárnap már 6-kor van olyan hely, olyan keresztülés, ahol kikapcsolják a lámpákat, mert nagyon nincs forgalom. Végül is van azért, de Budapesthez képest azért az úgy felutalásokat. Budapesthez képest, ha mondjuk hétköznap, mondjuk olyankor, amikor suli szezonban, és akkor még ugye az emberek dolgozni is mennek hétköznap, mondjuk szerdán felmész a városba, akkor átsz összesen 56 embert. Uh-huh. 56 embert megszámolsz, míg végigmész a főtértől az egyik legforgalmasabb utcáig. 56 ember. Azon a 300 ezer. Most egy kis tankogja, most megállít, találkozunk őt annyira. Én azt mondom, hogy lehetne hová fejlődni a Debrecennek ilyen téren, mert hát azért Budapest az 10-szer akkora. És egy kicsit visszatérve egyébként így a képzésedre, meg a sulira, hogy ugye most kezded az NSC-t, hogy vannak a specializációk és hogy te milyen irányba mész? Igazából, amit említettem is, hogy tanárhiánnyal küzd szerintem a műszakikar, nekünk alapból nincs specializációnk lenne. Az egyik az elektronikai szereléstechnológia, yeah. Másik a járműmérnöki szereléstechnológia, aztán épületmechanikai specializáció, illetve egy kiberfizikai specializáció. És a kiberfizikait azt nem ajánlják. Miért? Egy tanár viszi, viszont az a tanár az mondjuk úgy, hogy olyan, mint hogyha nem is lenne az egyetemen. Igen. Tehát annyira kevés az információ, amit átad. Ezt nem csak én mondom, hanem nagyon ez sokan. A köztudatban így van. Ez a köztudatban így van, hogy nem jöjjön ember
ő egy nagyon okos ember, viszont... Nyilván, aki ott van, azért az nem nyilván. Igen. Viszont az a baj, hogy olyan lényeklen dolgokról beszélünk órán, ami nem biztos, hogy hasznunkra válik. Tehát eltelik az idő, csak nem azt tanuljuk meg, amit kellene. És azért nyilván, amikor valaki adhat, hogy egy MS célre tovább megy, akkor már neki nem az a fő cél, hogy csak átmenjen, meg hogy csak legyen egy papírja, hanem maga a tudás, amiért oda megy, az az elsődleges. Pontosan. Mert nyilván BRC-zé, vannak olyan tárgyak, nyilván a főtárgyaknak ott is ez van, de vannak olyan tárgyak, olyan töltödék tárgyak, amik esetleg úgy vele, hogy jó, nem kell nekem, nem is, most nekem például pont a műszaki kémiám volt, soha nem fogom használni, nem is kell, de hát most legyen meg kell csinálni, kell a papír érted, stb. Viszont amikor egy MSC címen ott már sokkal több a hasznos tárgy, sokkal nagyobban vannak a hasznos tárgyak. Igen, szakmai tárgyak inkább, és ott már kevésbé van ez, ott már azért bánja az ember, amikor írtelen van egy karantén, és akkor hirtelen a tudásnak így a töredékét tudják csak átadni a tanárok, nyilván nem feltétlenül az ő hibájuk, vagy nem csak az ő hibájuk miatt, hanem azért ez elég nehéz. Elég nagy kihívás nekik is, meg diákoknak is. Igen. Szóval azért nem szerencsés. Ez annyival másabb ez a képzés, bár nincs betekintésem minden területre részletesen, de majd azért az interjúk során azért nekem is egyre több minden jön. Hogy a mérnöki dolgoknál ugye annyival másabb, mint mondjuk egy jogon, egy társadalmasnál, pszichológusnál, stb. Hogy ő, amit tanul, az gyakorlatilag neki tudnia kell, alkalmaznia kell. Igen. Nálunk, amit itt tanulunk, annak a nagy részét nem alkalmazunk, nem is találkozunk vele soha. Mert nálunk tényleg gyakorlatilag a legfontosabb, és amire az egész épül, az maga a gondolkodásmenet. És hogyha megvan a mérnöki, és ezért is nagyon fontosak, és tényleg azok a talán, azok nélkül nem tudsz semmit csinálni, az alapozó tárgyak. Igen. És általában, sőt, tehát legalábbis nálunk a logisztikán, de logisztikai mérnöki szakon, mert sokszor összekeverik a logisztikát a szállítmányozással, mert egy kicsit bővebb a dolgunk, de mindegy, hogy a logisztikai mérnököknél kifejezetten az első két fél év a legnehezebb, ahol az alapozó tárgyak vannak. És szerintem mindenhol az egyik, hanem a legnehezebbek az alapozó tárgyak a mérnöki szakokon. Viszont anélkül nem tudsz semmit csinálni, persze. Ott kell elsajátítani a gondolkodásmenetet, és ebből kiindulva, hogy már amikor tovább is mentél, nyilván még mondjuk az MSC már specializálódott kifejezetten, de mondjuk van egy ilyen mérnöki szemléletmódod, egy alaptudásod, egy alap dolgod, hogy ezt meg ezt tudod, fölismersz ezt, meg azt, meg azt, és ezeket a munkahelyen tudod, gyakorlatilag amit a munkahelyen kell csinálni, azt ott tudod elsajátítani. Tehát például a nevelőapukám, vagyis hát volt nevelőapukám, ő a BMM végzett gépészmérnökként, akkor még így egyben volt, de egy csátmány interjút egyébként, szóval nem akarom ezt spoilerezni, de elmondom, hogy ugye ő nála még 5 éves volt a képzés, és hogy ő nekem azt mondta, hogy amit ő tanult az iskolába, abból kb. Semmit nem használunk, ha én teljesen más csinál mindent. És ez nem azt jelenti, hogy rossz az oktatás, meg ott felesleges volt, hanem azért van ez, mert hogy az, amit ott van egy ilyen gondolkodási módja, amivel ott elvégezett egy 5 éves képzést, volt egy ilyen gondolkodási módja, és még erre volt szükségük, hogy tudják, hogy oké, őt meg lehet tanítani erre, meg erre, és ő kitartó, és megfelelő, és tudni fogja, hogy ezt így, hogy kell így az egésznek a menetét így átlátni, meg így csinálni, és ott is erre volt, és most gyakorlatilag is így azt egyből meg tudta tanulni, meg el tudta sajátítani, mert a gondolkodás mellett volt, ami kulcs volt. Pontosan, meg ami nagyon fontos ezzel a szakmával, vagy ezzel a területtel kapcsolatban, az egész műszaki, de szerintem majdnem minden szakmánál nagyon fontos, hogy de például ezt én tapasztaltam is, hogy a mérnöki szak az leginkább egy folyamatos tanulás az életben. Mert oké, megtanultál valamit 10 évvel ezelőtt, az lehet, hogy már nem mondtál. Igen. Bár egyébként ezt úgy gondolom, hogy mindenre igaz, hogy egy folyamatos tanulás. Viszont az tényleg egy kicsit igaz, hogy elég radikális változások tudnak lenni. És ezzel a fejlődéssel lépést kell tartanod. Nem tudsz fel, hogyha nem tartasz fel a lépést, akkor kibuksz ebből a szakmából. Igen, az emlék egyetértek. És folyamatosan képzelni kell magad, folyamatosan tudnod kell a jelenlegi trendeket, hogy mivel mit csinálnak, hogy mik az újdonságok, folyamatosan képezned kell magad, mert lehet, hogy olyan dolgokat hoznak be egy év, két év múlva,
amiről még sosem hallottál. És ott kell helyre megmondani. Tehát, hogy senki más nem tudja neked ezt átadni, mert senki más nem volt. Fontos ennek a mérnök innováció. A fontos feltalálások, és ami másik nagyon fontos dolog, hogy a mai mérnököknek tudniuk kell, tehát muszáj programozniuk. Igen. Mivel nekünk ezt mondták, és most nem lesz szólni szeretném az informatikai tanulókat, mert egyébként náluk meg ez még durvában jelen van, amit most mondták, hogy náluk ez nagyon hardcore volt, tehát hogy náluk olyan gyorsan és annyi új dolog jön be, hogy tényleg folyamatosan benne kell lenni, amikor benne kell élniük a szakmában, mert a nélkül esélytelen. De hogy egy informatikus, és ezt a most mi párom is tudja gyakorlatilag megerősíteni, ő is mondta már, hogy ez tényleg így van, ő az infós, hogy egy informatikus az nem tudja megoldani mérnöki problémákat. Őt megtanítják programozni, de ő nem tudja megoldani mérnöki problémákat. És épp ezért a mérnökének is kell tudnia programozni, mert kettő most nem is feltétlenül tudja magát a programot ő megírni, vagy legalábbis nem olyan gyors, vagy nem olyan hatékony, mint egy informatikus, de hogy a kettőt összerakni és a kettő együtt tudja működni, az kell tudnia a mérnöknek programozni. Mert anélkül nem tudja ő se. Az egyébként jól olyan problémát, a másik tud programozni, de nincs meg a kapocs, hogyha a mérnök nem tud programozni. Pontosan. Az lenne még a kérdésem, így záróban, hogy bárkinek, aki a Debrecen Egyetemre készül, vagy abba gondolkodik, vagy abba az irányba, bármilyen tipped, tanácsod, ötleted, akár a kezdésre, akár a továbbiakban, hogy mit és hogyan érdemes neki, van-e bármilyen ötleted? Ezt szerintem a gólyatáborral kezdeni az alap. Ismerősöket szerezni, akkor barátságokat kötni. Szerintem az, hogyha a barátságokat kötsz, az már egy fél siker ahhoz, hogy elvégezd. És az nem csak az egyetemre szól barátság, hanem ugye egyetemnél tovább. És hát egyetemen kívül is. Tehát az egész életedre szólhat, hogyha jól tudsz kapcsolatot teremteni. Szerintem ez az egyik legbiztosabb módja. Amúgy alkalmazkodni valószínűleg sokat kell, tehát ahány tanár annyiféle gondolkodásmód, annyiféle látásmód, annyiféle szexuálból próbálja mutatni, annyiféle elvárás, annyiféle követelmény, és ezekhez alkalmazkodni kell viszont. Mindenkinek más a happy-e. Így van. Van, aki lehet az első pontot beszélgetni, meg GTA-zni, valaki az utolsó pontos engedi, hogy egy életet, hogy ez mindenkinél más témáképpen. Köszönöm, Zoli, hogy eljöttél. Nagyon szívesen, köszönöm a meghívást. Nagyon örülök. Szerintem nagyon sok hasznos infót mondtál, nekem is, sok újat, meg szerintem a hallgatóknak is, úgyhogy... Remélem, hogy hasznos volt. Nagyon örültem. Köszönöm szépen, és jó volt.